hogy a piroson úgy megy át, hogy a megállásjelző vonal előtt már piros van neki, azokat megállítjuk följebb egy 500 méterrel. A közlekedés biztonsági ellenőrzések során a rendőrség drónokat is használ. Csütörtökön délelőtt a 81-es főúton Mór térségében vetették be az eszközt annak érdekében, hogy visszaszorítsák a piros lámpán való áthaladást. A rendőrök az akciók során kiemelt figyelmet fordítanak azoknak a szabálysértéseknek a kiszűrésére, melyek növelik a baleseti kockázatot. Munkatársaim hétről hétre tartanak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a vármegye útjain, melyekhez bevetnek drónokat, sebességmérő berendezéseket, illetve fedélzeti kamerákat is. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sokan továbbra sem használják a passzív biztonsági eszközöket. Az elmúlt héten Fejérvár megye útjain 190 esetben intézkedtek azért, mert nem használták a biztonsági övet. Valamint 5 gyermek utazott úgy az autóban, hogy a gyerekülést nem használták szabályosan. A biztonsági öv használata a sérülések súlyosságát csökkentheti, de akár életet is menthet. Kérjük, hogy elindulás előtt mindig kapcsolják be magukat, erre hívják fel az utasok figyelmét is, illetve használják rendeltetésszerűen a gyermekbiztonsági rendszereket. Sebesség túllépés miatt 37 járművezetőt közigazgatási bírsággal, 134 sofőrt pedig helyszíni bírsággal sújtottak.